67-es lap tetején tartunk szombat traktátus 6. fejezetében. Le istati tilta, ha valakinek olyan tuberkulózusa van, olyan TBC-s betegsége, ami 3 naponta okoz rohamot, bármit is jelentsen, ez nem tudom pontosan, hogy a TBC hogy működik, de ha 3 naponta hoz rohamot, akkor azt mondja, a következő ezoterikus gyógymód az, amivel ezt a problémát fel lehet oldani. Lajszi Shiva Szilavai mi Shiva Dikli. Hozzon 7 ágat 7 különböző pálmafáról. De Shiva Civim és Shiva Kisuri. És 7 faszálkát 7 különböző fakérgéről. De Shiva Szikém és Shiva Kisuri. És 7 kövecskét 7 különböző hídról. De Shiva Timi mi Shiva Tanuri. És 7 darab apró kis hamut 7 különböző tűzhelyről. És Shiva Afrim és Shiva Samvari. És 7 helyről az ajtónak a forgójából, amiben beledugták az ajtót, 7 különböző helyről hozzon kis homokot. És Shiva Bunei Kamuni. És 7 magot 7 fahéjmagot. Ulecajuri bechallala ve shiva bini de midikna de kalvaszava. És 7 szálat egy öreg kutyának a szakálából. És ez az egészet ezt rakja egy csomagba. Ulecajrinu bechallala de bejcavara bechut benira bárka. És ezt az egészet kösse egy csomagba, és kösse a nyakába talizmánként. Akkor ez volt az első feloldás. Itt azt írja a Bálint doktor, itt valószínűleg inkább maláriáról van szó, lehet, hogy maláriáról van szó. A következő részben Amarebi Jachanan le ista cmirta a forró magas lázra a következőt javasolja. Niskal szakina de kule parzla, fogjon egy nagy kést, vasból készült kést, ve lizze lehéhe de ikavardina, és menjen egy olyan helyre, ahol egy szúrós bozótot, bokrot, csipkebokrot talál, ve likterbe nira bárka, és kössön rá egy kis csomót, egy hajszállal, egy csomót. Jajma káma lichrak bépurta, az első napon, és a következő 3 napban a következőt csinálja. Jajma káma lichruk bépurta, az első napon egy kicsit vágjon bele a csipkebokorba, ve léma, és mondja a következő tórai mondatot. Járma láha sem, elav, és megjelent az örökkévaló angyala neki, ugye Mózesnek. Ugye miről szól? Arról szól ez a mondat, amit itt idézni fogunk többször, amikor Mózesnek megjelent Isten a csipkebokorban, és ennek a különböző mondatait a történetnek, ahogy a Tóra leírja, hogy hogyan jelent meg Isten a csipkebokorban, ennek a történetnek a különböző mondatait kell egymás után mondania a különböző napokon. Ugye, miért? Majd erről szó fogunk beszélni a végén kicsit bővebben, de hogy tulajdonképpen a forró láz az párhuzamban van a forró tűzzel égő, de nem elégő csipkebokorral. Ugye Mózesnek, amikor megy, mielőtt legelteti a nyáját, Midjánban, miután már elmenekült Egyiptomból, Isten megjelenik a csipkebokorban, és ugye látja, hogy egy éget csipkebokor, de nem ég el, oda megy, Isten megszólítja, és elkezdődik a párbeszéd közöttük. És Isten azt mondja Mózesnek, hogy vezesse ki a zsidó népet Egyiptomból. Ugye mi a különlegessége ennek a történetnek? Ugye többek közt az, hogy ez az első jelenés, Isten és Mózes első találkozása, az egy égő csipkebokorban van, egy olyan égő csipkebokorban, ami ég ugyan, de nem ég el. És ugye itt azt akarjuk szimbolizálni az illetőnek,
Hiába van magas láza, ez a magas láz, ez ne okozza azt, hogy elégjen benne, elégjen. Legyen olyan jó is olyan, mint a bokor, ami ég ugyan, de nem ég el. Most ugye akkor ez az első nap oda megy a bokorhoz, vágjon bele a bokorba, és mondja ezt a mondatot, hogy és megjelent az örökkévaló Isten angyala neki, és ugye a mondat úgy folytatódik, egy égő csipkebokorból, és látta, hogy a csipkebokor ugyan ég, de nem ég el. Le machar lichrök bejpurta, másnap is menjen vissza, és megint vágjon be egy kicsit a csipkebokorba, és a következő mondattal folytatja. Ugye mit mondott Mózes, amikor meglátta a csipkebokrot? Vagy jöjjön ma is a szura nove erep. Oda kitérek, hogy megnézzem, mi ez a nagy látomás. Mi az oka annak, hogy ég a bokor, de nem ég el? Le machar lichrük bejpurta, harmadnap megint menjen vissza a bokorhoz, és megint vágjon bele egy kicsit a bokorba, veléma, és mondja azt, de jár a semki szarli rajsz, hogy ami ugye a negyedik mondat, hogy és meglátta az örökkévaló, hogy Mózes letér az útról, hogy megnézze, és itt ezt a szót, hogy szar, hogy letért az útról, ezt nagy hangsúllyal mondja, mert ugye azt akarjuk itt mondani, hogy a betegség is térjen el tőlünk, legyen eltérítve a betegség tőlünk. Amelé Rava Acha, Bereide Rava Rava Asi, Vilém, Ami Jöjj, Mi Altikrai Valam. Rava Acha szerint még az ötödik mondatot is tegye hozzá. Ugye ez mind Mózes harmadik fejezet, másik könyvnek harmadik fejezete. Az ötödik mondatot is tegye hozzá, amit ugye Isten megszólítja Mózest, és azt mondja neki, ne gyere közelebb, mert a hely, amin állsz, a szent hely, vedd le a cipődet, és vedd le a cipődet. Ja, ezt az utolsó mondatot is mondja, mert ugye ez meg azt szimbolizálja, hogy ne gyere közelebb, szintén a betegség maradjon tőlünk távol. Ha viszont öt mondatunk van, akkor már nem jön ki az, hogy mit kell csinálni. Ugye minden nap egy másik, négy nap volt, és minden nap más-más mondatot kellett mondani. Mert az első nap oda ment, és rákötötte a csomót a bokorra, és utána három nap, úgyhogy akkor most újra kell rendeznünk, hogy mit, mikor mondjam. A Talmud erre kiavítja, hogy hogy kell csinálni. Elal, jöjjma káma léma, az első nap mondja azt, vagy jár már lakas semmi lap, vagy jöjjmén ma is. Első nap mondjon két mondatot. Azt, hogy meglátta az örökkévaló, vagy megjelen neki az örökkévaló angyala egy égő csipke bokorban, és mondta Mózes, letérek, hogy megnézzem, mi ez a furcsa látomás, hogy ég a bokor, de nem ég el. A második nap mondja azt, hogy az örökkévaló pedig látta, hogy letért az útról. És a harmadik nap mondja azt, hogy az örökkévaló megszólította, és azt mondta neki, ne gyere közelebb. Mi hi paszeklé, liteszejve lifszeké. Ha pedig elmúlt a betegség, akkor nyomja le, vagy húzza le a bokrot egészen a földhöz, és vágja el a bokrot. De léme hachi, és a következőt mondja. Sne, láv misumdik viász mikoli lani ásrákodos balkos hinte alach. Bokor, nem azért választott ki téged a Jóisten, hogy a shina az rajtad nyugodjon, az isteni dicsfény rajtad nyugodjon, mert te vagy a legmagasabb minden fa közül. Hanem miért? Azért, mert te vagy a legalacsonyabb. Magyarul az alázat az, ami magár, ami alkalmassá teszi a bokrot, és az embert is arra, hogy Isten dicsfénye rajta nyugodjon, hogy Isten megjelenjen neki, hogy közel kerüljön Istenhez. De ki hejhédeha misze aste, leha nánja miselve zárja. És ugyanúgy, ahogy a tüzes kemencében a tűz elszaladt Hanányétől, Misájától és az Árjától, ugye a talmudi történetben, a tanachi történetben. Bár rikasz minkad moj, kéntach meje este le plöjni, bár plöjni, szve te árog minkad moj. Ugyanígy, te is szaladj el a XY-tól, a betegség az múljon el, és a forró tüzes láz az hagyja őt el. Ugye akkor itt a tűz és a bokor, amin ég a tűz, az a illetőhöz van hasonlítva, aki lázas. Ugye ez egy nagyon szép ilyen, mondjuk így, ráolvasás.
Ugye azért különleges, mert itt nem csak valami hanja-banja, handabandázás van, hanem valamilyen konkrét tórai történethez van hasonlítva a láz, és ennek a tórai történetnek a különböző idézeteivel van. Nem csak a láz elhesegetve, hanem valamilyen spirituális tartalom is adva a gyógyulásnak. És ez az különben, amivel foglalkoznak itt a kommentárok, hogy itt van egy probléma, és ez a probléma az, hogy van konkrétan egy olyan tilalom, hogy bibliai idézeteket ráolvassunk egy betegségre, vagy egy sebre, és itt viszont egyértelműen a Talmud ezt javasolja, hogy akkor így érdemes a lázzal szemben fellépni. És a kommentárok próbálnak mindenféle magyarázatot adni, hogy mi a különbség általában aközött, hogy egy betegségre ráolvasnak bibliai mondatokat, ugye, ami azért tilos, mert degradáljuk a mondatokat, mint hogyha ezek valamilyen hókusz-pókusz handabandázások lennének, miközben van egy mélyebb tartalmuk. És itt viszont nem erről van szó, mert itt valamilyen tartalmi szempontból is ideillenek ezek a mondatok, hiszen a láz, a forróság, a tűz, ezek kapcsolódnak egymáshoz, és ebből valamilyen lelki tanítást, lelki feltöltődést is tudunk kapni, mert nem egyszerűen ilyen handabandázásnak van használva a történet. Azt kérdezi Lajos, hogy hol van ez a tilalom. Ugye a tilalomnak az egyik forrása az az, hogy van egy olyan forrás, hogy löjhessel a mako, hogy amikor valaki egy betegségre ráolvas, kommentárok többségessége szerint ez Mózes 3. könyvének 18-as fejezete 3-as mondata, amikor azt mondja, hogy a szokásaikat ne kövesd, a bálványimádó népek szokását ne kövesd, és azt mondják a bölcsek, hogy nekik volt ez a szokásuk, hogy mindenféle szent, az ő szent szövegeiket így ráolvasták a betegségekre. Oké, további ráolvasások következnek. Le szimta léma hachi. A kiütéses betegségre a következőt mondjuk. Baz bazia, mas masia, kas kasia, sarlai va amarlaya. Ez a különböző ilyen misztikus angyaloknak a nevei. Ilemben lachindistál hajma áradesztom. Ezek azok az angyalok, akik Szodomából jöttek. Ulász szajos hineki ivi. És azért jöttek, hogy meggyógyítsák a kiütéses betegséget. Bazoch bazich bazbazich. Masmich kamoch kamich. Ezek különböző szójátékok ezeknek a angyaloknak a neveivel. Enáich bich, enáich bich, aszlim bich, zárich, kekalut, beprita, de loj parab, de loj rávja. A te gyermekeid, vagy a te magod ne hozzon gyermekeket, és legyél magtalan. Káhlöj, tifrevelöj, tirbebe, gufede, plönipár, plönis, ne terjedjél XY-nak a testében. Ugye, hogy úgy beszélünk a kiütésekhez, és azt mondjuk neki, hogy ne terjedjél tovább az illetőnek a testén. Ez a Rási azt mondja, hogy itt miről van szó, itt ezek a különböző angyaloknak a nevei, ugye amiket felsoroltunk, van itt Baz, Mas, Kas, Sárlaj, ugye ezek, és rögtön hozzá van téve a névhez valamilyen ige. Baz, Bazia. Baz, Bazia, az azt jelenti, hogy tépt szét. Akkor Baz, Bázja, báz, tépt szét. Mas, masja. A masja az elolvasztanit jelent. Akkor a mas olvaszt el. Minden angyalnak a neve az hasonlít ahhoz a küldetéshez, ami teljesít. Ugye ez egy alap gondolata a zsidó misztikában, hogy az angyal az tulajdonképpen Isten küldönce, különben héberül az a szó, hogy angyal, malach, az küldöncöt is jelent. És ezért a küldöncnek a feladata az maga az ő neve, és ezért a szójáték, vagy az a mondóka, amit itt el kell mondani, az a nevükkel és a nevüknek a nevükben megjelenő feladattal, vagy cselekvéssel
van összekapcsolva. Lekipaléma hachi, a epilepsia betegségére a következőt kell mondani. Cheref slufa ve kellane tusa, kirántott kard és fölemelt balta, löjsmei jöjjhév hulim mechajvin, a betegség ne fájjon és ne és ne bántson. Akkor itt ez is egy ilyen mondóka, amit el lehet mondani a epilepsziára. Különben nem mindenki érte egyet, hogy az epilepsia van, aki azt mondja, hogy ez valamilyen tájog. A különböző betegségnek a neve az nem teljesen világos, hogy melyik. Melyik mit jelent. Lesida, most különböző szellemeknek az elkergetése következik. Lesida, néma hachi. Havész de pakik havész. Be voltál szorítva, legyél beszorítva. Lita tavur umusumus. Ki voltál átkozva, legyél kiátkozva. Bártit bártome bártina. Samgaz mirgazve ismaaj. Tisztátalan fia, gusztustalan fia, agyagnak fia, tartsd magad távol tőlem. Le sida de bészek hiszei. Az illemhelynek a szellemeit hogy kell elűzni. Léma hachi. A kárkafé de ari. A oroszlán, a hím oroszlán feje. Vász szuszi de gerjásza. És a nőstény oroszlány orra. Askehun le sidai. Találjátok meg a bársikai panda. A bársikai panda, ez volt a neve, így hívták a illemhelyiségnek a démonját, szellemét. Találjátok meg őt, de misre de kárté havité, és dobjátok be a cápák közé, bló de hamro határé, és üssétek meg a szamárnak az állkapcsával. Okay, ez volt az utolsó ilyen kis ráolvasása a különböző betegségek és szellemek előzésére. És itt később fogunk arról kicsit résztesebben beszélni, hogy itt van egy ellentétes irány. Egy látszólag ellentétes irány, az összes talmudi kommentár foglalkozik. Az egyik oldalról, majd ahogy mindjárt fogjuk látni, van egy konkrét tilalom, mint úgy hívunk, hogy az emorita szokások. És a tilalom arról szól, pontosan erről szól, hogy különböző ilyen handabandázást és ráolvasást és hasonlókat azt nem szabad csinálni, mert ez egy emorita, egy bálványimádó szokás. És mi az örökkévalóban higgyünk, és ne pedig ilyen mondókázásban és ráolvasásokban. A másik oldalról viszont a Talmud itt konkrétan javasol különböző ráolvasásokat, és akkor most itt nem világos, hogy ez most tilos, nem tilos, mikor tilos, hogy tilos. Erről különböző vélemények vannak, nem akarom most előre lelőni a poént, csak szeretném mindenkinek felni a figyelmét, hogyha lesz rá időnk, akkor az óra végén erre vissza fogunk térni, és meg fogjuk átvenni, hogy a különböző koraközépkori és késő középkori kommentárok mit mondanak, hogy akkor itt pontosan ezt hogy kell érteni, és mikor lehet, és mikor nem lehet, és milyen feltételek mellett lehet, és nem lehet ezeket a mondókákat és ráolvasásokat használni. Oké. Okay. Az utolsó törvénye a Mistának az az volt, hogy királyfik kimehetnek aranycsengőkkel a ruhájukon, Néme Lachim Zagim, Mántának ki az, aki ezt tanította. Ugye azt is mondta a Misna, hogy nem csak a királyfik mehetnek ki, hanem tulajdonképpen mindenki kimehet, és csak azért mondták a bölcsek, hogy a királyfik mehetnek ki, mert általában ők szoktak kimenni, de bárki más is, hogyha van aranycsengő a ruháján, az egy olyan dísz, hogyha az hozzá van varva a ruhához, akkor azzal nyugodtan ki lehet menni az utcára. Az nem számít tehernek. Ki az, aki ezt tanította?
Amarabi Jaisi, Arabi Simon hi. De Amar Kali Szalab Némel Achim hi, Rab Simon volt az, aki ezt tanította, mert Simon azt is mondta egy másik helyen, majd a 111-es lapján a traktátusunknak, hogy Izrael fiai mind hercegek. És ezért mondta azt, hogy bár a hercegek viselete általában a aranycsengő, ezt mások is fölvehetik, mert mindenki hercegnek számít. Mindenki a maga módján egy királyfi, az örökkévaló fia. Rave Amár, ba arindik szuszoj, dírre hákoj. Rave ezt hozzátette, hogy ha szerinte, hogyha a csengő rá van varva a ruhára, akkor ez nem csak Rabbi Simon véleménye, hanem a bölcsek véleménye is, hogy tényleg ki lehet vele menni az utcára. Oké, jön a következő misna. Most már a misnában is ilyen durva, vagy kemény, különböző ilyen talizmánok következnek. Jöjjcínbe bécász a hárgöl. Ki lehet menni szombaton az utcára a sáskának a tojásával? Sén sual, a rókának a fogával. De maszmér mina coluv, a keresztre feszítettnek a szögével. És ha valakit keresztre feszítettek, és kivették a véres szöget, miután meghalt a kezéből, vagy a lábából, és ezzel ez is valamilyen talizmán volt. Ezek mind-mind olyan talizmánok, amiket valamilyen misumre fua, valamilyen gyógyításra használtak. Divre Rabbi Meir, ezeket mind megengedi, és megengedi, hogy szombaton is lehet velük az utcára menni. A bölcsek viszont megtiltják, és nem csak szombaton tiltják meg, hanem hétköznap is. Azt mondja, ez nem szabad ezt használni, ezek hülyeségek. Misum dalken. Dalken Meir, mert ezek mind az emoriták szokásainak a kategóriájába tartoznak, és említettük, hogy az emoriták szokása az egy külön tilalom. Ugye ez az emoriták szokása, ez az a tilalom, amiről már az előbb beszéltünk, amikor a Tóra azt mondja, mondjuk Mózes harmadik könyvének 18-as fejezete, 3-as mondata, az ő szokásaik szerint, tehát a kánánita népek szokásaink ne járj, vagy Mózes második könyvében azt mondja, hogy szászake már széjen, ne cselekedjetek az ő szokásaik szerint. Mózes 5. könyvében azt mondja, nehogy kövesd az ő szokásaikat. Aztán van egy konkrét tilalom Mózes 3. könyvében, löjtenachasú, hogy ne találgassatok. Ez azt jelenti, hogy különböző ilyen jeleket, ilyen tulajdonképpen a babonának a tilalma, hogy különböző dolgokat ne vegyél ilyen jelnek, hogyha átmegy előttem a fekete macska, akkor nem tudom, mi fog velem történni. Most ezek mind az emoriták szokásai, ugye? A zsidóság azt hirdeti, hogy minden Istentől van. És Isten az, aki egy betegséget hoz ránk, és Isten az, aki ezt a betegséget el tudja venni. Istenhez kell imádkozni ezért, és nem pedig különböző babonákkal és ráolvasásokkal operálni. És ezek a babonák, hogy a sáskának a tojása, és a rókának a foga, és a keresztre feszítettnek a szöge, ezek mind-mind ebbe a kategóriába tartoznak a bölcsek szerint, és ezért tilos. Most a Talmud tisztázni fogja, hogy egy brájtából, hogy ezek amúgy mire használták ezeket a talizmánokat. Bécasztárnak a hárgöl, de avid le silha. A sáskának a tojását a fülfájás enyhítésére használták. Sénsel sual, de avid le sinta. A rókának a fogát az alvás problémákra használták. De hájok, le man de noyem, de misa. Ha, és ez következőképpen nézett ki, a rókának a fogát, ha ez egy élő róka volt, akkor arra használták, amikor még élő rókából szedték ki a fogat. Annak milyen ára lehetett. Élő rókából vették ki a fogat, akkor az alvási problémákra volt jó, tehát ha valaki nem tudott elaludni. Le man de noyem, és az annak pedig, aki túl sokat aludt,
annak pedig, de misza, annak pedig a halott rókának a fogát vették ki. Gondolom, hogy ezzel azzal lehet kapcsolni, hogy a róka az egy ilyen éjszaka operáló állat, és akkor ezért a foga az valahogy az alváshoz kapcsolódik. Bocsánat, rosszul mondtam az előbb. Az élő rókának a fogát használták annál, aki túl sokat aludt, és az, aki nem tudott jól aludni, annak pedig a halott rókának a fogát. Ugye mászmér minne coluf, mire használták a szöget, a keresztre feszítettről leszett szöget, de obdile zirpo, az pedig a tájogra használták, pontosabban, ha volt valaki, beütötte magát, vagy egy sebe volt, és az felduzzadt, azt hogy mondják, nem tudom, milyennek a pontos neve, akkor az ellen volt használva. Mi az oka annak, hogy ezeket megengedik? Mi sumrefua, divre rabmein, rabmein, azt mondjam, ezek gyógyító eszközök. És a gyógyító eszközöket így lehet használni, és szombaton is lehet velük jönni-menni. A bájver avidám, de tavájú. Mit mondtak erre a bája és rave? Kol davas és baj, mi sumrefua, én nagy baj, mi sum divre dárke majri. Szóval minden olyan dolog, mondta a bája és rave, aminél látjuk konkrétan, hogy gyógyító hatásuk van, azt nem foglaljuk az emoriták szokásainak közé. Igen, ödéma, köszönöm szépen Eszter. Szóval az ödéma ellen használták a keresztre feszítettnek a szögét. Na, akkor visszatérve tehát, akkor mit mond a Bájes Rave? Ők megmagyarázzák, hogy Rabbi miért mondja, hogy ezek gyógyító eszközök azért megengedettek, mert azt mondja a Bájes Rave, hogy szerintük minden olyan gyakorlat, ami bevált gyakorlatnak tűnik, és úgy tűnik, hogy gyógyít, azt lehet használni, és nem számít az emoriták szokásai közé. Ha én bajmisum refúha, ilyen is bajmisum dár kell majdni? Azt mondja a Talmud, miért? És ha nem látjuk, hogy van gyógyító hatása, akkor mindenképp az emorita szokásokhoz kapcsoljuk már? A hatány, amikor tanultuk egy brájtában, hogy ilan sem mélysér pereiszav, hogy egy fa, aminek van egy olyan idézőjelbe vett betegsége, hogy ideje korán ejti el a gyümölcseit. A gyümölcsök leesnek róla, mielőtt megérnének. Szajkraj veszikra, vettai amibávonim. Azt fesse be a törzsét, fesse be pirosra, és rakjon rá jó sok követ. Bisleima, tojáni beavonim, kejhedelikhus helyleip. Azt értem, hogy miért kell rárakni köveket, azért, hogy egy kicsit legyengítsük a fát. Mert úgy érezték, hogy vagy az volt a feltételezés, hogy azért ejti el a gyümölcseit ideje korán, azért dobja le magáról a gyümölcsöket a fa, mert túlságosan duzzad az erőtől. Ha rárakunk köveket, akkor az meg fogja gyengíteni a fát, és akkor nem fogja tudni ledobni magáról a gyümölcseit. Előbb szikra, beszikra, májra fukja a vid. Viszont az, hogy befestjük pirosra, az miért segít, az miért, milyen gyógyító eszköz, ez valamilyen ilyen babonának tűnik, és mégis meg van engedve, akkor látjuk, hogy nem csak azok a dolgok vannak megengedve, és nem számítanak az emoriták tiltott szokásai közé, aminek konkrétan empirikus gyakorlatban látjuk, hogy gyógyító hatása van, hanem olyan dolgok is, aminek semmilyen gyógyító hatása nincs. Miért tenném rá a piros festéket? Ki hejhdele ahzeinsi, azt mondja, talán nem, ez egész más miatt van. Miért festem be pirossal? Nagyon szép dolog következik. Az, hogy az emberek, amikor elmennek a fa előtt, lássák, hogy ez egy beteg fa, veli boi ale rachme, és imádkozzanak a fáért. De tánya, ahogy tanultuk, hogy amikor valaki leprás lesz, ugye, és a lepra az miért jön? Azért, mert pletykált, mert rosszat beszélt a fele barátjától. Akkor tamegyikra, akkor amikor bárhova megy ez az illető, hogy először is ki kell menni a táboron kívülre, és hogyha emberek jönnek a közelébe, akkor ki kell kiáltania, tisztátalan vagyok. Miért kell ezt mondania? Canikna, hogy diát szállalile rábim, azért, hogy a fájdalmát, a betegségét tudassa a közösséggel, rábim jáksal rákban, és a közösség imádkozzon érte. Amár a vinak mántal innak kufszébe dikla,
Azt mondja, Ravina, ugyanez a fának a gyökerének a pirosra, vagy a törzsének a pirosra festéséhez hasonló szokás, amit csinálnak, hogyha egy datoja pálmafa, az nem hoz gyümölcsöt, akkor ráraknak szőlőt a fára, és ezzel mutatják, nézd meg, ez a fa sajnos a saját gyümölcsét nem képes hozni, kihájtán azért, hogy imádkozzanak a fáért az emberek, és meggyógyuljon a fa. Most önmagában egy nagyon szép ez a tanítás. Gyakorlatilag gondoljunk csak bele, hogy micsoda szolidaritásra van itt nevelve tulajdonképpen a közösség. Hogyha nekem van egy fám, ami nem hoz gyümölcsöt, vagy pontosabban hoz gyümölcsöt, csak ideje előtt elejti a gyümölcseit, akkor befestem pirosra, hogy fölhívjam a többiek figyelmét arra, hogy milyen nehéz helyzetben vagyok, és a többiek imádkozzanak az én fámért. Általában, ha manapság fölhívnám a figyelmet, hogy valami nem megy, vagy valami, mondjuk a fám beteg, vagy valami hasonló, akkor az embereknek egy nagy része jobban örülne. Sajnos. De egy olyan társadalomban, ahol szolidaritásra, együttérzésre, empátiára vannak nevelve az emberek, ott ez a dolog, ez működik. Én felhívom a figyelmet arra, hogy a fám az beteg, akkor az emberek ezt meglátják, és rögtön megsajnálnak, és imádkozni fognak érte. Ez egy nagyon szép tanítás, egy nagyon szép értékről ad számot. Ugye önmagában van egy nagyon szép gondolat, hogy a Talmud gyakran idéz, hogy annál nagyobb érték, amikor nem magamért imádkozom, hanem valaki másért imádkozom, annál a nagyobb érték nincsen. A Talmud azt mondja, kolhá mispalel el haveroi ne enohu tchila. Aki a fele barátjáért imádkozik, annak az imája mielőbb meghallgattatik. Mi az oka ennek? És erre van egy nagyon szép misztikus magyarázat. Miért működik jobban a fele barátomért mondott ima, mint a saját magamért mondott ima? Azt mondja, azért, mert amikor az Isten eldönti, hogy valakinek a sorsa rosszra fordul, az, ahogy Dávid király fogalmaz, mispöté hasem emet cotku jahdov. Az örökkévaló törvénye, ítélete igaz, igazságos együttvéve. Ugye, mi az egyszerű jelentése ennek, hogy az, hogyha neki rossz a sorsa, akkor annak valamilyen isteni ítélet az oka, és persze imádkozhat, igyekezhet ezt az ítéletet megváltoztatni, de nem véletlen, hogy olyan a sorsa, amilyen. Mit jelent a mondat vége, Czotku Jahdov, hogy együttesen igazságos? Van egy nagyon szép magyarázat, ami azt mondja, hogyha valaki megbetegszik, akkor ugye nem csak ő van ítélet alatt, hanem a környezete is, a családjának, ez borzasztó rossz, a munka a helyének, a környezetének. Mi van velük? Lehet, hogy az illető megérdemli, nem tudjuk, hogy sok esetben nem látjuk, hogy miért érdemelni meg, de Isten útjai kifürkészhetetlenek. Valamilyen módon őnek ezten az ítéleten keresztül kellett menni. De mit vétett a gyereke, mit vétett a családja, az anyja, az apja, a felesége, a környezete? És erre mondja Dávid király, az Czotku Jahdov, hogy a ítélet az nem csak rá vonatkozik, hanem együttesen igaz. Az örökkévaló ítélete igaz, együttesen igazságos. Azt mondja, mindenkire, aki a pakliban benne van, és hatása alatt van ennek a ítéletnek, annak ugyancsak ez ki van számolva. Ez csak akkor hozatik meg ez az ítélet, hogyha mindenki a környezetében, aki ezáltal sérül, az ugyancsak megérdemli az ezzel együtt járót. Igen ám, de hogyha én egy teljesen független ember vagyok ettől az illetőtől, és imádkozom érte, akkor azzal kifejezem, hogy az ő fájdalma az rám is hatással van. Pedig én nem vagyok benne abba a pakliba, amire azt mondja a Zsoltár, hogy együttvéve igazságos az ítélet, és ez azt mondja, Isten, ó, te is benne vagy? Várjunk, akkor tényleg, akkor én nem hozhatom meg ezt az ítéletet, mert ez rád is hatni fog, és te pedig nem érdemled meg. És ezért az, aki empatikus,
a fele barátjával, és imádkozik a fele barátjáért, annak az imája még erősebb, mint ha valaki olyan imádkozik, aki benne van a pakliban. Szép magyarázat. Oké, térjünk vissza egy percre ugye arra, hogy akkor hogy is van ez, hogy azt mondta Bája és Rave, hogy bármilyen olyan módszer, legyen az akár ráolvasás, mit tudom én, bármilyen ilyen humbuk, hókusz-pókusz, ha ez működik, és látjuk, hogy gyógyító hatás van, lehet használni. Most itt ez pontosan, hogy mit jelent, erre különböző vélemények vannak. A mi Iri például azt mondja, hogy ezeknek az itt a Talmudban felsorolt ilyen hókusz-pókuszoknak semmilyen hatása nincs, semmilyen módon nincsen hatásuk. És mi az oka annak, hogy mégiscsak ezeket lehet használni? Nagyon érdekes dolgot mond a mi Iri. Azt mondja, vagy azért, mert ha kezdjük használni, látni fogjuk, hogy semmi hatása nincs, magunk fogjuk látni ezek mind marhasságok, és akkor Istenhez fogunk fordulni. Jó, hogyha magunk megtapasztaljuk azt, hogy ezek mind marhasságok. Ez egyik magyarázat. A másik magyarázat kicsit pont fordítva, azt mondja, hogy mivel a nép bízott ezekben a ráolvasásokban, akkor azzal a feltétellel, hogy nem gondolták azt, hogy ezek a humbukok azok, amik gyógyítanak, hanem csak azt gondolták, hogy az isteni gyógyítást lehet ezeken a humbukon keresztül elérni. Mivel a nép ezekben bízott, akkor a bölcsek nem akartak csalódást okozni nekik ezzel, és ezért hagyták ezeket a népi szokásokat, és nem mentek vele szembe, csak akkor, hogyha ezek konkrétan valamilyen bálványhoz kötődtek. A Rambam két ellentétes dolgot is mond. Az egyik helyen a Misne Tórában azt mondja, hogy ezek a gyógymódok idézi a Talmudba ezeket a gyógymódokat, szóval átveszi. A Moire Nevuchimban, a tévegők útmutatójában pedig azt mondja, hogy ezek a gyógymódok csak akkor megengedettek, ha tudományos módon megvan megmagyarázható, hogy miért gyógyítanak. És akkor ezzel kapcsolatban a Rasbá és mások kérdezik, hogy ez honnan tudod, hogy mi az, ami... Egyrészt látjuk, hogy a Talmudban ezeknek egy nagy része semmilyen módon nem magyarázható tudományos módon. Az, hogy a róka foga az egy jó módszer a alvási problémákra, arra semmilyen tudományos magyarázat nincsen, és az összes többi itt felsorolt különböző talizmára sincsen, és ezt mégiscsak átveszed, akkor... És eleve, ki tudja megmondani, hogy valaminek van-e tudományos magyarázata, vagy sem? Ma azt gondoljuk, hogy nincs, és lehet, hogy holnap rájövünk, hogy valami miatt mégiscsak van. Hány és hány olyan gyógymód van, amit nagymamáink nemzedékről nemzedékre vittek tovább, és amiknek sokáig semmilyen magyarázatot nem tudtunk, hogy miért működnek, és aztán jött az orvostudomány, és megtalálta, hogy milyen magyarázatuk van. És ezért az olyanásban ezt nem lehet mondani, hogy a tudományos alátámasztás a lényeg, hanem itt mégiscsak az a lényeg, amit a Bája és Rove mond, hogyha működik, akkor nem tudom, hogy miért működik, de működik, akkor legyen így. Vagy egy harmadik véleménye azt mondja, hogy mit mond a Bája és Rove, hogy itt a működik, az egy ilyen placebo hatás. Azt látják az emberek, hogy ez működik, akkor ebbe bíznak, hogy fog működni, valamibe bele tudnak kapaszkodni, akkor hagyni kell, hogy ezt csinálják, mert a placebo hatást így el lehet érni, és ez önmagában a bizalom, hogy ez működni fog, az segít nekik abban, hogy ez működjön. Oké. Ennek szellemében akkor még folytatjuk, jön mindenféle újabb ilyen ráolvasás és hasonló talizmán, és itt tovább. Tanébe pereke majrik médrabi hilbarábi. Van egy olyan Tosefta az egy ilyen plusz egy ilyen extra kiegészítő gyűjtemény, mondásgyűjtemény, tanításgyűjtemény, és a Sábátnak a Toseftájában a 6-os, 7-es, 8-as, vagy nem, a 7-es fejezetben ott úgy hívják, hogy Pirke de Moiri, az emoriták fejezete. Milyen? Ott van felsorolva az összes olyan ilyen humbuk, és talizmán, és babona, amiknek a használata és átvétele az emorita szokásai
követésének tilalmába tartozik. Most ebben a tanításgyűjteményben tanította Rabbi Chiya bar Abba. Amen leik. Kulhum izbeum is sundárke majle bármehane. Azt mondta Rabbi Chiya, minden, ami ott föl van sorolva, mindegyik az emorita szokásai, tiltott szokásai közé tartozik, kivéve a következő kettőt. Most figyeljünk. Mi ez a következő kettő? Mi se is le egyszembe grojna. Mit kell csinál valakinek a torkán megakadt egy csont? Mévi me oiszajamin. Hozzon egy csontot ugyanabból a típusból. Uma niachlajákat kadaj. És tegye a buksi a tetejére. Ve léme hachi, és mondja a következő mondókát. Chád, chád, nohiz belak. Egy-egy, gyere ki, és nyeld le. Bola nohiz, chád, chád, nyeld le, gyere ki, egy-egy. Most ez egy bevált módszer, és ezzel kik fogja köpni? Vagy lenyeli, vagy kiköpi a csontot, és ezért ezt lehet használni. A második módszertan az, amikor egy szálka akad meg az ember torkán. Le idra. Léma hachi. A következő mondókát mondja. Ninni actake machat, nin altake tris. Beakadtál, mint a tű. Bezárultál, mint a zár. Sája, sája, gyere le, gyere le. Ez is egy olyan mondóka, aminek megvan a kellő hatása, és a szálka ilyenkor vagy kiesik, vagy leesik az ember torkából. Oké, a következők mondókáknak, azt fogja mondani a Talmud, hogy ezek mind az emorita tiltott szokásai közé tartoznak, mert valamilyen bálványra történik bennük hivatkozás, még akkor is, hogyha első ránézésre nem ismernénk föl ezt a bálványt a mondókában. Ha Emer Gad Gadip, aki azt mondja, legyen szerencsés a szerencsémbe. Sanuk, loj, askövi, ubushi, és ne fáradjon el a szerencsém sem éjszaka, sem nappal. Ez az emoriták szokásához tartozik. Miért? Mert a gád az valamilyen bálványnak a neve. Ugye a gád, ami szerencsét jelent, az egyben egy bálványnak is a neve. Ahogy Rabbi Huda, mert gád én jelen lassan vagy az arra, Rabbi Huda tanította, hogy a gád az egy bálványnak a neve, sem nem már a éhénileg gád sulchan, ahogy Ézsaiás könyvében írva, hogy azok, akik asztalt terítenek gádnak, ennek a bálványnak, aminek gád a neve. Húbisma, vagy híbismai, jésbaj, mi sumdárkel ma éri. Volt egy ilyen babona, hogy a férj felvette a nő nevét, és a nő felvette a férfi nevét. Mondjuk engem elkezdenek Dvorának hívni, és a feleségemet Slomónak. Ez is az emoriták tiltott szokásaihoz tartozik. Aki azt a mondókát mondja, hogy Dunu Dani, legyen erős, erősödjön meg a boros hordón. Az is, mit akar ezzel mondani, az egy ilyen mondóka arra, hogy a bor az jól sikerüljön. Jó legyen a bortermés. Ez is az emoriták szokása. Miért? Mert a dán szó, amit erőst és, mondom, arámiul erőst és boroshordót jelent, az egyben egy bálványnak is a neve. Ahogy Rabbi Huda tanította, se nem málni is bajimbe ásmasz semmimbe amrú hájjelé hechod dán. Amosz könyvében írva, akik megesküdnek Somron bűnével, és azt mondják, él a te Istened dán. Ha ömér le ajrev cráh, volt egy másik ilyen babona, hogy a hollónak azt mondták, kiáltsál, ule arvata sriki vár zirilíz navech le tojva. Bármit is jelentsen ez, mert nem teljesen értem. És a nő, hogy mondják ezt? A nőstény hollónak pedig azt mondja, fogd be a vedd vissza a farkat, és menj el innen a jóért. Valahogy ez volt
A babona, hogy a, ahogy a fekete macska manapság, ugye annak idején a hollóra gondolták, ez ami rossz hírt. Rossz hírt. Ja, azt hiszem, hogy most ma is van egy ilyen, ugye? Rossz hírt hozó holló. És a hollóra azt gondolták, hogy rossz hírt hoz, és hogy megláttak egy hollót, azt mondja, hogy ó, menj innen, és rákiáltottak. Akkor ez egy tipikus, egy olyan babona, ami az emoriták szokásának a kategóriájába tartozik. Ha oly mér, sáhatú tárnegőze, se kora olvisz, me tárnegőse nik, se kora gavrisz. Jézusunk dárgen mérje. Valaki azt mondja, ezt a tyúkot le kell vágni, mert olyan hangot ad ki, mint egy holló. Vagy ezt a tyúkot le kell vágni, mert olyan hangot ad ki, mint egy kakas. És mindenféle ilyen babonákat, azt mondja, mond, ez is az emoriták szokásába tartozik. Esteve ojtir. Ha valaki azt mondja, iszok egy kicsit, hagyok is kicsit. Iszok kicsit, hagyok kicsit. Jézsbem is ámdál kell mondani, ez is az emoriták szokásába tartozik. Miért? Mert ugye miért mondja azt, hogy iszok kicsit, hagyok kicsit? Azt akarja mondani, hogy az, amit meghagyok, abban legyen áldás. És akkor ez egy ilyen mondók, amivel a bort, amit meghagy, abban azt gondolja, hogy attól lesz áldás, hogy ilyen mondókákat mond. Ami vákász bejcimbe kajszel, aki a tojásokat nekiüti a falnak. Bifnél efraichim a csibék előtt. Miért? Mert ezzel akarja azt elérni, ez a babona arra, hogy ne halljanak meg idő előtt a csibék. Jézsbői dárkén majdim, az az emoriták szokásához tartozik, az emoriták szokásába tartozik. És tilos. Van mégis bifnél efraichim, Jézsbői misunk dárkén majdim. És ugyanígy, aki fél attól, hogy a csibék meghalnak, és erre az van egy olyan babona, hogy oda megy egy lábossal, és elkezdi keverni a lábost, akkor az ugyancsak tilos. Ha mert a kedeszle kutach, ugye volt ez a kutach, ami egy ilyen különleges, fűszeres joghurtféleség volt, és gondolom, hogy nagyon bonyolult volt. Ez azok közé, az ételek közé tartozott, amit a háziasszonyoknak nagyon nehezen sikerült össze, mint manapság a majonéz, ugye? Amikor csinálják otthon a majonéz, mindig összeesik. Akkor itt is valahogy nem mindig sikerült, nem mindig jól kijött ki jól ez a kutach, és erre mit csinált? Volt egy ilyen babonája a háziasszonyoknak, hogy egy különleges táncot kellett táncolni a joghurt előtt, és ettől a joghurt jól sikerült. Vagy egy másik ilyen konyhai babona, vagy most a tekeszládosim, hogy ahhoz, hogy a lencsefőzelék jó legyen, ahhoz azt kell csinálni, hogy a konyhában senki ne beszéljen, miközben a lencse fő. Vámecán véhezlek riszin. Amikor a gerstlit főzik, akkor pedig nagyon sokat kell kiabálni. A lencséhez csöndbe kell maradni, a gerstlihez kiabálni kell. Ezek mind Jézsbői dárkemöri, ez mind az emoriták szokásához tartozik. Most a legdurvább ilyen konyhai szokás, nem ugye a mai háziasszonyok ilyeneket nem csinálnak. Ha most tenesz bifnék, de rosszabb is fősöti szláv vásolmeira. Ha valaki, egy háziasszony vizel a lábos elé, hogy ezzel elérje, hogy gyorsabban följön meg az étel. Jézsbem is sumbárkem majri, ez is az emoriták tiltott szokásai közé tartozik. Mi minden konyhai rejtére kerül most fény. Ával nőszín készom se tut, de sivrész huchizbek dérbis visítész básol nehéro, de voltak más szokások, amikkel próbálták elérni, minél hamarabb följön meg az étel. Például, hogy egy eperfának a szálkáját belerakták a főzelékbe, vagy egy összetört üveget beleraktak a főzelékbe. És ezek nem számítanak az emoriták szokására, mert úgy látszik, hogy ez nem egy ilyen babona, hanem valamilyen módon egy bevált gyakorlat. De a bölcsek megtiltják ezek közül a törött üveget, mert ez veszélyes, hogy valaki megegye azt a törött üveget. Tanulában a nőszín búlsel mellák le tőch a nér bisfis a tajrvet adlik.
hasonló más ilyen szokások, amik a babona határán vannak. Van egy gyertya, a gyertya elé lehet rakni egy nagy kupac, vagy egy ilyen nagy gömböc sót. És ez azt fogja eredményezni, hogy a gyertya lángja szebben égjen. Ez nem egy babona, hanem ez egy valamilyen módon bevált módszer, ezért ez nem tartozik az emoriták szokásába. De nőszint titve hárszisz, tachászab nér, bisfilse tamtimbe tadli. Egy másik dolog, hogy az olajba, amit meggyújtottak a mécsesben, abba beleraktak egy kis agyagot, vagy a cserépnek a reszelékét. És ezzel mit értek el? Hogy lassabban égjen el az olaj, és tovább égjen a gyertya. Ez még valahol érthető is, mert ezek gondolom magukba szívták az olajat, és ezért kevésbé tudta a kanóc magába szívni az olajat, és így tovább égett. Most ez is akkor nem egy babona, és ezt lehet csinálni. Amarab zutra háj man. De mi hasz és raga de mischa. Umegalen naftop. Ka avármi sumbáltáskösz. Azt mondja, ha már gyertyákról van szó, egy olyan, van egy másik tilalom, amit úgy hívunk, hogy báltáskösz. Fölöslegesen nem szabad semmit pazarolni. Fölöslegesen elpazarolni dolgokat, tönkretenni dolgokat. Az tilos. Isten által adott jót, azt meg kell becsülni. Az az ember, aki a gyertyát, azt a mécsest, azt a kelleténél jobban fölcsavarja. Csak úgy, hogy van kedve, és így viszont hamarabb el fog égni az olaj, az már a pazarlás bűnét, pazarlás bűnébe esik. Milyen szép, nem? Ennyi, már ennyi is elég. Manapság a villanyt égve hagyjuk, és nem is gondolunk rá, hogy ez milyen pazarlás, és milyen fölösleges ötják. Akkor már a kicsit följebb kapcsolták a kanócot, és ez a hamarabb elégett a gyertya, az már tilos. Még egy pár dolog az emoriták szokásai közül. Hamro ve chaye le pumra bonon, én bajom is sum dárke emoiri. Volt egy ilyen mondóka, ami úgy szólt, hamro ve chaye le pum rabonon. A borunk és az életünk a rabbik szájába. És ez egy ilyen mondóka volt, ami gyanús, hogy tilos. Yeah? A tiltott mondókák közé gyanúsan hasonlít a tiltott mondókákhoz. Ezt mondja, Talmud, én vagy misum, de kell majd. Ez nem tartozik a tiltott mondókák közé. Sőt, Májszöbe Rabbi Akiva, se asszom istenim noj, Rabbi Akiva egyszer történt, hogy egy lagzit rendezett a fiának, mert kolkaisfekaisse hévi amár, Hamra ve chayle pumrabon. És minden pohár bort, amit kitöltött, azt úgymond, azt mondta a borra és a rabbik életére. Chayle hamra le pumrabon, a fumtalmi deon, sőt, azt is hozzátette a borra és az rabbik életére és a tanítványaik életére. Ezzel befejeztük a hatos fejezetet, és befejeztük az emorita, tiltott emorita szokásokhoz tartozó mondókákat, és babonákat, és talizmánokat, és hasonlókat. Innentől fogva a következő fejezet, a hetes fejezet, ami igazából már ezen az oldalon elkezdődik, de nincs értelme ma elkezdeni, mert annyira kapcsolódik a holnapi tananyaghoz, úgyhogy az utolsó pár mondatot majd holnap fogjuk olvasni. Ott egy sokkal filozófiai kérdéssel fogunk foglalkozni, és ez az, hogy a szombatok azok egy összefüggő entitás, vagy egy külön-különálló entitásnak számítanak. Tehát ha valaki megszegte a szombatot többféle munkával, vagy több szombaton keresztül szegte meg a szombatot, vagy elfelejtette, hogy szombat van, vagy elfelejtette, hogy az adott munka tilos, az akkor egy tilalmat követel, vagy több tilalmat követel, ennek a különböző variációról lesz szó a holnapi naptól.
Összefoglalva ezeket a babonákat és talizmánokat, kicsit nehéz egy konklúzióra jutni, de azt látjuk, hogy azok a dolgok, igazából, hogyha nagyon leegyszerűsítjük mindazt, amit tanultunk, akkor azt mondjuk, hogy mindezek a mondókák és babonák és ráolvasások és hasonlók, ezek tilosak. Hol van az, ahol mégiscsak valami fajta engedmény van, amikor a gyógyításról van szó? Ha megnézitek, a gyógyítás, ott a különböző ilyen talizmánokat és hasonlókat nagyon sok esetben megengedték a rabbik. Valószínűleg, és különben ezen belül is más talmudi forrásokban, nem a Szomba traktátusban van, látjuk, hogy ezen belül is inkább azokat a gyógymódokat engedték meg, ilyen talizmános gyógymódokat, ami közvetlenül a beteg embernek a testi közelében van. Tehát egy rárakott talizmán, vagy nem tudom én, a fejére rakott csont, és hasonló. De azok az ilyen babonák, amik tőle egy távol eső helyen vannak, azoknál sokkal ritkább, hogy megengedték. És nekem úgy tűnik, hogy ez azért lehetséges, mert a betegség az egy olyan szörnyű dolog, hogy ott annak a pszichológiája, hogy az embernek még legyen valamiben belekapaszkodni, és legyen reménye, hogy még van esélye felgyógyulni, az mindent felülír. És ezért, ha egy kicsit babonás is az a dolog, amit használnak, vagy valamilyen talizmán, vagy hasonló, ne vegyük el a reményt a szegény betegtől, és ezért ezekkel a típusú talizmánokkal és babonákkal kicsit, talán ez az oka, hogy kicsit megengedőbbek voltak a bölcsek. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Holnap reggel ugyanebben az időpontban ugyanígy találkozunk, és folytatjuk a Talmud következő oldalával.